Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen szent hajlékért és mindazokért, akik ide hittel, buzgósággal és isteni félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Isten szerető Nélus püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segítő papságért, az egész egyházi rendért és a népért, könyörögjünk az Úrhoz. Ezen községért, minden városért, községért és vidékért, és az azokban lakó ívekért, könyörögjünk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletért, a földterményeinek bőségéért, és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Amen. Oltalmazd, ments meg, könyörű és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királyninkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor, és örökkön örökké. Yeah.
ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazd, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királyninkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert tied a hatalom, tied az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
mert szent vagy te mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Bölcsesség, figyelmezünk! Áldott vagy te, Atyáinknak, Istenem, dicséreteség, dicsőséges a te neved, mindörökké, a te neved, mindörökké. Bölcsesség! Szent Pál apostol a Kolosszeiekhez írott levelének olvasása. Figyelmezünk! Békesség néked, bölcsesség, figyelmezünk! Alleluja, 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 alleluja. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, békesség mindnyájatoknak! Szent Lukács Evangéliumának olvasása. A beszédet, egy ember nagy vacsorát rendezett, és sokakat meghívott. Elküldte szolgáit a vacsora idején megmondani a hivatalosoknak, hogy jöjjenek, mert már minden el van készítve. És kezdék együtt mindnyájan magukat mentegetni, az első mondá neki, majort vettem, és szükség kimennem, és megnéznem azt, kérlek, ments ki engem. És a másik mondá, 5 iga ökröt vettem, megyek megpróbálni, kérlek, ments ki engem. Ismét másik mondá, feleséget vettem, és azért nem mehetek. És visszatérvén a szolga megjelentette ezeket urának, akkor megtérvén a szolga megjelentette ezeket urának, és az ura haragudván a családatya mondá szolgáinak, menj ki hamar az utcákra és a város tereire, és a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat hozd be ide. És mondá a szolga, uram, meglett, amint parancsoltad, de mégis vagyon hely. És mondá az ura szolgának,
menj ki az utakra és a sövényekhez, és kényszerítsd bejönni, hogy megteljék az én házam. Mondom pedig nektek, hogy senki a ma férfiak közül, kik hivatalosak voltak, nem ízlelik meg az én vacsorámat, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Krisztusban, kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon. Mindenkit, aki eljött az ősatyák vasárnapján megünnepelni a karácsonyra való felkészülésünket, hiszen az evangéliumi történet, amit hallottunk, az nekünk is szól, és azoknak is, akik a képernyő előtt fogják majd nézni és velünk együtt imádkozni a Szent Liturgiánknak az imádságait, egy kicsit belekapcsolódva abba, hogy a Salánki Görögkatolikus Egyházközségünkbe mi hogyan készülünk a karácsonyra, hogyan ünnepeljük meg a karácsonyt, hogyan halljuk meg az Isten szavát az életünkbe. Olyan érdekes ez a mai evangéliumi történet, hiszen azt gondolná az ember, hogy egy 2000 évvel ezelőtt írt történet nem nagyon kapcsolódik a mai modern világhoz, a mai modern élethez, szokták is mondani a fiatalok az időseknek, hogy anya, ez már nem a régi világ, ez egy új világ, új szokások vannak, modern felfogás van, és modernul állnak hozzá sokszor a fiatalok, fiatal családok a karácsony ünnepéhez is. Épp ezért nagyon is az életünkbe vág ez a mai evangéliumi történet, mert ez olyan, mintha rólunk szólna. Jézus egy példabeszédet mond, a Palesztinában lévő szokásokat tükrözi a történet, hiszen egy gazdag ember, aki nyilván ebben a példabeszédben a mindenható Isten vacsorát rendez az ő fiának. Lukács evangélista nem említi meg, hogy a fiának rendezi ezt a vacsorát, de a másik helyen az evangéliumban a másik evangélista megemlíti, hogy ez a gazdag atya a fiának rendezi ezt a nagy ünnepséget és vacsorát. Meghívja erre a vacsorára az embereket. Atyaszentegyházunk minden egyes alkalommal karácsony előtt, november 15-én így hívja meg a keresztény világot, és nem csak a keresztény világot és a keresztény embereket, hanem minden embert ezen a világon arra, hogy karácsonykor megünnepeljük Jézus Krisztus születése napját. Meghív bennünket erre a nagy ünnepre és vacsorára, amire készülődni szoktunk, hiszen, hogyha meghívnak bennünket egy egyszerű születésnapra is, akkor az ember készülődik. Már a hölgyek elgondolják, hogy mit fognak felvenni erre a születésnapra, főleg ha étteremben van, akkor meg kiváltképpen új ruhát kell vásárolni, és szépen kell kinézni, előtte fodrászhoz mennek, stb. Tehát készülnek erre a születésnapra, aztán valami nagy gonddal kiválasszák az ajándékot is. Valahogy a keresztény embernek az életébe így kellene készülni a karácsony ünnepére is. Nagyon sokan készülünk is, hiszen november 15-től, ugye hétfőn, szerdán, pénteken, hajnali 6 órakor eljövünk a templomba, karácsonyváró Szent Liturgiára, imádkozunk a családtagjainkért, böjtöt tartunk, imádkozunk, jó cselekedeteket teszünk, ugye az egyházközségben ingyen ebédeket is osztunk kedden, csütörtökön és szombaton. Nagyon sokan már elhozták az angyalbatyujukat a rászoruló családoknak a hittantermünkbe. Böjttel, imádsággal készülünk, az adventi koszorunkon minden alkalommal meggyújtunk minden vasárnap egy gyertyát, és hangolódunk rá
és készülődünk arra a nagy születésnapra, ami megváltoztatta ezt az egész világot, és benne a mi életünket is. Ha csak a hétköznap életünket nézzük, akkor már azt mondhatjuk el, hogy Jézus születésével gyökerestül megváltozott ez a világ, mert még a hitetlen ember is az ő születésétől számolja az időt ebben a világban, és 2020. december 13-át ír a mai napon, Jézus Krisztus születésétől, születésnapjától kezdve. Mi Anyaszentegyházunkban készülünk erre a karácsonyra, készülünk a születésnapra, és valóban ebben a történetben rólunk van szó. Az Úristen meghív bennünket erre a születésnapra, 2020. december 24-ére, arra a szent éjszakára, amikor az Isten fia, a Fiúisten megtestesül erre a világra. És milyen szép ez a történet, mert pont arról szól, ami engem már egy pár éve kezd idegesíteni, hogy bejön az életünkbe az, hogy a modern világban, a modern fiatalok másképp kezdenek gondolkodni a karácsonyról. Már hallottam idén is, hogy sokan készülnek, csomagolnak. Mennek hegyekbe, hotelekbe, wellness centrumokba, ez a nyugati világban még inkább szokássá vált, és egy kicsit megfeledkeznek arról a meghívóról, amelyet az Úristen nekünk mindannyiunknak kiküldött. És feltehetem majd karácsonykor a kérdést önmagam számára, hogy nekem hol lenne a helyem? A szülőfalumba, a templomba, hálát adni a mindenható Istennek, azért az esztendőért, ami mögöttünk van. Hiszen nem könnyű esztendő van mögöttünk. A templombúcsunkat se tudtuk megünnepelni méltó módon, és megszentelni a felújított templomunkat, mert egy óriási nagy betegség söpört végig a választás után ebben a községben, de azt hiszem a többi községekben is. Hál' Istennek túl vagyunk rajta. Aztán az Úristen áldásával reméljük, hogy a karácsonyunkat már szépen meg tudjuk ünnepelni. Nem kell félni és rettegni a betegségtől, hanem tudunk ünnepelni, mert nagyon sokan már a betegségen túl vannak. Az Úristen ilyen szeretettel vesz körül bennünket, hogy kiküldte a meghívót november 15-én minden egyes családba, aztán pedig tudta, hogy december 24-ére, hogy szépen megünnepelhessük ezt az ünnepünket, Jézus Krisztus születése napját, már túl kell, hogy legyünk egy bizonyos betegségen, amivel ijeszgetik ezt a világot mind a mai napig. Aztán a mai nap olyan szép, hogy ebben az evangéliumi történetben újra eljön a szolga. És azt mondja nekünk, keresztény embereknek, hogy minden kész van. Hiszen felöltöztettük a betlehemünket a templomudvaron, már a házakon is, a templomudvaron is az ünnepi fények ragyognak. Jelzik a számunkra, hogy közeledik az ünnepnek a nagy napja. Minden elő van készítve karácsony szent éjjelén, Jézus Krisztus belép ebbe a világba. De vajon én felkészültem-e? Vajon én ennek a szolgának mit fogok válaszolni a mai nap? Mit határozok el az életembe? Keresem majd a kifogásokat, hogy földet vettem? Megvan a szállodában lefoglalt helyem? A hegyekben már lefoglaltuk a házat? Földet vettem, asszonyt vettem, ahogyan az evangéliumi történetben halljuk? Egy kicsit ez a példabeszéd rávilágít arra, hogy a keresztény embernek és nekünk, akik itt vagyunk és itt is leszünk karácsonykor, tanúságot kell tenni erről, hogy az életünkben nincsen fontosabb, mint az a meghívó, amit a mindenható Istentől kaptunk. És akkor, amikor itt leszünk karácsony szent éjjelén és a többi napjain, ugye mert 4 napig ünnepeljük Jézus Krisztus születése napját, mert ez az életünkben az egyik legnagyobb születésnap, akkor a jelenlétünkkel tanúságot fogunk tenni arról, hogy az életünkben a legfontosabb az Isten.
és nem leszünk hasonlók azokhoz a meghívott vendégekhez, akik kifogást fognak keresni, és mentegetőzni fognak, hogy nekik most valami fontosabb dolguk akadt. De nem kell ennyire távolra menni, elég, hogyha kicsit a saját szívemben nézem. Azt, hogy hogyan állok én. Felkészültem-e erre a születésnapra? Megvan-e már kitisztítva az én keresztségi ruhám? Megvan-e az ajándék, amit hozok a mindenható Istennek ide a templomba karácsony szent éjjelén? Hiszen az Úristen egy ruhát is adott nekem, ami a legszebb a világon, akkor, amikor a keresztülők itt a keresztvíz alatt megtartottak engem, és felöltöztettek engem a keresztségi ruhámba, ami olyan tiszta és ragyogó, mint amilyen ragyogó Jézus Krisztus dicsfénye, vagy az a betlehemi csillag, ami megjelent az égen, amikor Krisztus megszületett erre a világra. Vajon én kimostam már-e a keresztségi ruhámat? Megtisztítottam-e már a lelkemet, a szívemet a bűnöktől? Ha nem, akkor még van itt másfél hét, amikor ezt megtehetem. Hiszen ez az egyik legfontosabb, hogy Jézus Krisztus születése napjára az én keresztségi ruhámat, ami bűn nélküli, szeplőtelen, tiszta, szent, azt újra kimossam. És nem tudom máshol kimosni, csak a gyóntató székbe. Csak ott, amikor letérdepelek a mindenható Isten szín előtt, és bevallom, hogy Uram, vétkeztem. Sokszor kifogásokat kerestem, hogy miért ne jöjjek templomba, sokszor kifogásokat kerestem, hogy miért ne imádkozzam, sokszor kifogásokat kerestem, hogy miért ne téged tartsalak a legfontosabbnak az életemben. Kérlek, bocsáss meg! És milyen szép az Úristen tanítása a mai napon is, és a tékozló fiú történetében világosan mutatja számunkra az atyának a viselkedése, hogy az atya átölel bennünket, felöltöztet új ruhába, a keresztségi ruhánkba, gyűrűt húz az ujjunkra, a sarut a lábainkra, leöli a hizlatborjút és ünnepel, hogy odatérdepeltünk elé, bocsánatot kértünk, és a szívünket, lelkünket megtisztítottuk ahhoz, hogy valóban tisztán, szentül, szeplőtelenül ünnepelhessük a mi Urunknak, Istenünknek, Jézus Krisztusnak a születése napját. A meghívó, a szolgának a meghívója a vacsorára, az érvényes mindannyiunkra. Az asztal kész, minden meg van terítve, minden előkészült a lakomára, jöjjetek hozzám, és ünnepeljetek velem együtt, most és mindörökkön örökké. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből, mondjuk. Mindenható Urunk, Atyáinknak Istene, kérünk Téged, hallgass meg minket és könyörülj. Rajtunk, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint kérünk Téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Szerető Nélus püspökünkért, lelki atyáinkért és Krisztusban minden atyánk fiáért. Istenünk, hallgass meg imádságunk és könyörgésünk szavát, könyörülj ezen egyházközség hívein és családtagjaikon, Andráson és családján, Jóskán és családján, Andráson és családján, Andrés, Benjamin, Brigitta, Sándor, Nikolett, Ferenc, Pista, György,
Krisztus szolgáidon kegyelmeddel és irgalmasságoddal, és teljesít összes jó kérelmeiket, bocsásd minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkezéseiket, add, hogy kedvesek legyenek imádságaik, és irgalmas cselekedeteik a te felséged királyi szék előtt, oltalmazd őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden incselkedéstől, bajtól, aggodalomtól és betegségtől, adj nekik egészséget és hosszú életet, mondjuk mindnyájan, Urunk, hallgass meg minket, és könyörülj! Emlékezzél meg, Urunk, hogy test vagyunk elenyésző és vissza nem térő lehelet, fordítsd el ellenünk méltán felgerjedt haragodat, melyel, mint karddal idő előtt lesújtasz, szüntesd meg a betegséget, csillapítsd le a hirtelen öldöklő járványt, mert nem a holtak dicsérnek téged, Urunk, sem azok, kik a föld alá szállanak, hanem mi élők dicsőítünk és szívünk keservében sóhajtozva kérünk téged. Hallgass meg minket is, könyörülj! Ezen egyházközség elhunyt hozzátartozóinak, elhunyt András, Margit, Mihály, Margit és Jolán szolgáidnak lelki nyugalmáért, és minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkeiknek bocsánatáért. Lelküket, hol az igazak megnyugszanak. Könyörögjünk még az itt jelenlévős tőled nagy és bőkegyelmeket váró népért, a mi jó tevőinkért és minden igaz hitű keresztényért. Irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor, és örökkön, örökké.
pásztorunk Ferenc pápáról, Isten szerető Nélus püspökünkről, az összes papságról, az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapítói és jó tevőiről, és mindnyájatokról igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az országában, mindig most és mindenkor, és örökkön, örökké. Fiadnak irgalmáltal, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk. Az ajtókat bölcsességben figyelmezünk.
álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben felajánljuk. Malasztja az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. Megtöretik a bűnök bocsánatára. Így adok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tieidet a tieidből, néked ajánljuk föl, mindnyájunkért és mindenekért. Yeah.
elsők között emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk, Ferenc pápáról, Isten szerető Nélus püspökünkről, s tartsd meg őket szent egyházaidnak, békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igényének helyes hirdetésére. Hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön, örökké. Amen. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. Szentekről megemlékezvén ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. A bemutatott és megszentelt drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelki lagyanánt elfogadván azokat szent mennyei és szellemi oltárára, küldjele nekünk isteni malasztját és a Szentlélek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Hogy ezen egész napot tökéletesen szentő békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. A békesség angyalát, hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól. Jókat és hasznosokat lelkünknek és a világnak békességet, kérjük az Úrtól. Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, hogy Krisztus félelmetes ítélő szék előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. A hitnek egységét, a Szentlélek közöltetését kérvén, önmagunkat, egymást is, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Méltos minket, Urunk, hogy bizalommal elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, Atyánknak nevezni és mondani. Amen.
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Békesség mindnyájatoknak! Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak! Te egyszülött fiadnak kegyelm, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkedel együtt most és mindenkor, és örökkön örökké. Figyelmezzünk, szentség a szenteknek. Szeretettel közeledjetek! Isten a te népedet,
és áld meg a te örökségedet. Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor, és örökkön örökké. Szentleg tisztább, hallatatlan, mennyei elevenítő és félelmetes titkaiban, méltóan adjunk hálát az Úrnak. Oltalmazd, ments meg, könyörű és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Ezen egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélkül eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Békével távozunk, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, ki megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözíts népedet és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg, szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket, Isteni erőddel és ne adjál minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, hazánnak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van leszállva tőled, a világosság atyától. És téged dicsőítünk, imádunk, és neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Az Úr
áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most is, mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Halottaiból föltámadt Krisztus igaz Istenünk az ő legtisztább anyának imájától, a szent dicső és mindenek felett dicséretes apostoloknak, aranyszájú Szent János Konstantinápoly főpüspökének, szent és Isten ikletettségű atyáinknak, boldog Tódor felszentelt vértanúnak, Szent Mihály főangyalnak és az összes mennyei erőknek, kiknek tiszteletére van ez a szent egyház, a szent ősatyáknak, kiknek emlékét tiszteljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Amen.